ez a szerelmi nyálas Orbáni vonai langyos lófasz, az már eldöntötte, hogy nem segítenek nektek. Devizások, ti is levagytok szarva. Egy nappal október 23-a után 2016-ban üdvözlök mindenkit szeretettel. Volt ez a ö, sípolás, fükülés, fütyülés, stb. Mi is ott voltunk, fülsiketítő volt szó szerint. Az ember utána is tompán hallott mind a két fülére. Készítettünk ott egy filmet. Itt a Orbán Viktor elleni tiltakozás volt ez. Orbán Viktor diktatórikus, stb. irányítása, korrupt, kifosztó, rablópolitikája, stb. elleni. És ö, az az együtt hirdette meg, amelynek ugye vezetője Szigetvári Viktor, és a nála összemérhetetlenül ügyesebb, okosabb és tehetségesebb Juhász Péter. És ez az együtt egyébként az általam legtöbbet támadott párt, de hát úgy gondoltuk, hogy akkor csak megnézzük, ugye én nekem az volt például a koncepcióm, hogy valami történik, tehát nem, nem üres Duma, jobbikos fecsegés, dumálás, hanem kimennek, valamit csinálnak. Ugye? És nem is kellett csalódnom egyébként, mert mindenféle ember volt, engem is ott megállítottak. Ugye az Orbánik azt hazudták, hogy akik ott voltak, azok. Hát mondjuk mindenfélét hordtak össze, hisz, hogy kommunisták voltak, akkor a hülye fideszesek ottan zsidóztak, hogy azok ott a zsidók, meg akkor liberálisok, tehát mindenféle ilyen baromság elhangzott. És való igaz, mert minden volt, tehát engem is, akik konkrétan megállítottak, azok voltak oldaliak, hiszen Orbán elleni tiltakozásról volt szó. Az se zavart őket, mint hogy engem sem, hogy általán például a DK mellett a legtöbbet támadott ellenzéki párt az együtt, és a legdurvább dolgokat Szigetvári tőlem kapta életében. Ez sem zavart engem sem, hiszen nagyon jó ügyről végre nem pofáznak és dumálnak, meg ünnepségeket rendeznek a diktátor oldalán, ilyen pudlikutyás, langyos lófasz, hogy Domján Tibor kollégám, a híraréna lapigazgatója nevezi a teljes ellenzéket ilyen langyos lófasz módon, ahogyan mit a jobbik is ugye el, elvonult szépen így ünnepelgetni saj, saját magát, nem valami történik. Vagy ahogy otthonvédő és deviza szervezetek, deviza ellenes szervezeteket vezető ismerőseim mondták, hogy ők most már ne is hívják őket semmilyen dumálásra, mert ők többé nem mennek, kizárólag akciókra. Ahol nincs akció, oda nem mennek. Magyarul ők is azt mondták, csak más kifejezéssel, amit Domján Tibor kollégám tökéletesen megfogalmazott, és lehet, hogy ezt nagyon el fogom terjeszteni, belföldön és nemzetközi szinten, a langyos lófasz. Tehát a langyos lófaszból elég volt, de ennek ellenére természetesen az ellenzéki pártok közül is többen, meg az anti-orbánista párton kívüliek is hőzöntek, hogy noha az ünnep, meg az ünnep szentsége, azért van ez, mert nem fáj eléggé. Ugye az, hogy Szél Bernadett meg Száva István például a tegnapi Baló György műsorban, Juhász Péterrel, ugye az együtt eme dicső programot meghirdető politikusával szemben hőbörögtek, meg különösen a Jobbik, meg Vona Gábor, hogy ez mi az ünnepség, meg az ünnepség méltóság, meg dicsőség, meg a faszom. Tehát ez a fajta langyos lófasz, ez nem kell senkinek. Ez egy ilyen gettó kisebbség a langyos lófasz. A lakosság többsége az eredményeket akar, nem dumálást és langyos lófaszt. Aki viszont megelégszik a langyos lófaszról, az azért elégszik meg vele, mert olyan gazdag, mint Szél Bernadett közpénzből, vagy mint Száva István, vagy Vona Gábor, hogy a Orbán Viktorral való ilyen szerelmi légyottos langyos lófaszról beszéljek, egy olyan ilyen közös megemlékezésen, amire nem volt kedve elmenni a rengeteg hajléktalannak, és a sok százezer külföldre menekültnek, ami kapcsán emlékeztetnék arra, hogy 1956 miatt és 1956 után kevesebb, mint 200 ezeren menekültek külföldre, most pedig 600-800 ezernél tartunk. Nem hiszem, hogy ők így megemlékezgetni, langyos lófasz ha választani kell egy értelmes embernek, egy hazafinak, egy, nem egy átbaszott langyos lófasznak, hanem egy értelmes, jó stratéga, racionális, okos embernek, nem kell szégyelni a senkinek, hogy dupla annyi az ikum, mint neki, akkor ha választania kell például a Orbán Viktor mellett való ünneplés, vagy pedig Orbán Viktor kifütyülése, kis hipolás, amivel tele van a világ sajtó is, és valóban esemény volt, mert benne voltam. Tehát, ha e kettő között kell választani, akkor az ember az akciót választja. Ha az akció az, hogy meg fogják rohamozni a parlamentet, akkor ott vagyok. Nem vona Gábort hallgatom a Korvin mozinál, ahol vona Gábor beszédet tart, és mindenki más hallgat. Aztán valaki más tart beszédet, és mindenki más hallgat. Az nem kell. A langyos lófasz az békeidőbe és jólétbe valót. El lehet beszélgetni arról, hogy mi a faszt kéne csinálni még, hogy még jobb legyen. Nem akkor, amikor négyszer, több mint négyszer annyian, olyan 5-6-szor annyian menekültek el az országból, mint 1956-ban és utána. Az nem alkalmas időpont a langyos lófaszkodásra. De ez a langyos lófasz jobbik Magyarországért langyos lófasz mozgalom, ez egyébként ugyanazt idézi, amit hát hiába beszéltünk mi, ugye, aki nem elég okos, nem kell azt úgy annyira szégyelni, csak hát oda kell figyelni a sokkal értelmesebb, meg a többször annyi iq rendelkező személyekre is. Mikor a választások előtt is ott személyesen ígérték az országgyűlési képviselők, nem akarom már megszégyeníteni egyiket, se ott volt vona Gábor is egyébként, akkor most hat ködösítsek, nem mondom meg, hogy ki ígérgetett ott, hogy, hogy, mert ott voltak a devizások a kúri előtt, hogy, hogy és több százezres tüntetést fogunk szervezni, mondta ezt a jobbik. Akkor jó, hogy csináljuk. Erre az volt a válasz, hogy majd, majd később, még a választások előttre. Én már régi, rutinos gyerek vagyok, a titkos szolgálattól is megtanultam. Ez a fajta húzakodás, közösítés, én azonnal mondtam, ezek nem fognak csinálni semmit. Azért tolják ki a jövőbe, mert nem akarnak csinálni semmit, már eldöntötték. Ez a szerelmi nyálas, Orbáni vonai, langyos lófasz, az már eldöntötte, hogy nem segítenek nektek. Devizások, ti is levagytok szarva ha hajléktalanok is levagytok szarva, ezt tüzeni langyos lófasz összefogással. Vitéz, alcsúti, meg mit tudom én milyen, langyos lófasz von a Gábor. Ha sok százezer külföldre menekült is le van szarva, mindenki le van szarva, neki már sok pénze van. Vannak nézeteltérések, mert egy jó házasság, egy szerelemben is vannak nézeteltérések, rossz házasságban is, de a házasság mégiscsak házasság. Két ember Frigye, vonagábor Gábor és Orbán Viktoré hogy a többi ellenzékről már ne is beszéljünk. Langyos lófasz. Tehát, ha pofázik, valami pénpénzemből gazdag, akárki, vagy pedig kimegyünk és akciózunk, akkor én az akciót választom. Ha az sípolás, akkor sípolás. Ha a parlament ostromáról van szó, akkor megostromoljuk a parlamentet. Hogyha a laktanyák elfoglalásáról van szó, akkor elfoglaljuk a laktanyákat. Von a Gáborféle álhazafi langyos lófasz nem kell. Olyanok pedig még kevésbé, akik támadják azokat, akik bármit letesznek az asztalra, akik képesek megmozdulni. És ahogyan a, a kilakoltatás előtt álló családoktól is tanultuk, mint az ország egyik legfőbb otthonvédője, vagyok ö, köz, ö, sok egyéb mellett, hogy a segítség azonnal kell. Az akció rögtön kell. Nem holnap a kilakoltatás előtt álló családokat sosem érdekelte, hogy ki segít nekik. Gyurcsány Ferenc, vagy Vona Gábor, vagy a, akárki, az Antikrisztus, tökéletesen mindegy, hogy kicsoda, nekik segítség kell. Ők segítségben mérik az eredményt, nem pofázásban. Aki melléjük áll, aki tesz, értük, cselekedetekről beszélek, mint Jézus Krisztus, tettekről, nem pofázásról, a mellett állnak. Az az eredmény, ők azt látják, a többi lófasz. Aki azt mondja, hogy ünnepelni kell, amikor ünnepel, már ünnepel a diktátor, lop közben 1400 milliárd forint európai de könnyű dolga van az ilyen diktátor, azért gondold el, bazd meg, hogy én, mint mondjuk diktátor, úgy lopom ki a szemet, hogy azt mondom, hogy ünnepnap van. Most azért, mert ünnep van. Többi napon meg azért nem fityüljük Orbán Viktort, mert nem megy az emberek közé. Most már más kérdés, hogy így is ketrecbe meg és akkor ott voltak a belső emberek, meg akiket odavittek, meg a fizetett emberek, és aztán azon kívül egy hatalmas nagy üres tér, mert annyira féltek, és láttuk kívülről egyébként mentünk, hogy még nézték mindenkinek a táskáját, hogy a parlamentet jobbról közelítjük meg, mindenkinek annyira féltek, hogy lelövik vagy felrobbantják a diktátort. Van is miért félniük. De a langyos lófasz meg. Én ezzel nem értek egyet. Egyet, ez aggályosnak tartom meg ilyen üres dumák. Ki a szart lehet ezzel lekenyerezni, csak az idiótákat? Az idiótákat. Langyos lófaszkodással. Tehát volt Orbánnak és Orbán bandájának ezek az össze-vissza hazudozásai, kik voltak, meg fizetettek, meg kommunisták voltak, meg mit tudom én. Hát akik megállítottak ott a tiltakozók közül, egytől nem hallottam, hogy az együtt párt híve lenne, vagy aktivistája. Meg hogy fizetettek. Mindenki saját magától ment oda, ahogyan mi is. Tudós, mi tudósítani mentünk, ugye nem fújolni, de hát azért, mert nekünk meg volt ez a funkciónk. Ha nem lett volna, akkor én egyébként szintén sípot kerítettem volna, és azzal megyek oda. És akik ott voltak, valóban voltak ifjú kommunisták, egyik sem volt idősebb 25 évesnél. Csalódást kell okoznom, mert a pártállami kommunisták a Fidesz patsoraiban ülnek, és október 23-a előtt egy nappal tüntették ki a 3 per 2-es ügynököt. A tasnádit. Ott nem ügynökök voltak, hanem ifjú kommunisták például. Aztán voltak ott liberális kapitalisták, voltak ott jobboldali otthonvédők, és nem jobboldali otthonvédők, baloldali otthonvédők, voltak gyurcsányisták, voltak gyurcsány legfőbb kritikusai, mint például én, meg az együtt legfőbb kritikusai, meg mindenféle, akik elutasítják a pártokat, talán ezekből van a legtöbb, ezek közül mind megszólítottak. Természetesen mindenki kedves volt, Fideszes nem szólított egyébként meg, mert hát hallottuk a Fideszeseknek a, a tüntetők elleni beszólásait, például említettem ez a zsidózás, például ez egy nagyon érdekes dolog, amikor a, a hívük, a bálványuk nem egy magyar ember, hanem a Földbolygó talán leghírhettebb cigány bűnözője, aki számos tekintetben Magyarországot az Európai Unió élbolyából a legutolsó tette. Mindenféle mutatóban a legutolsó választ, és mondhatnám, hogy olyan putrisan lelakta. Elég szegény az a magyar, amelyik bálványául egy cigánybűnözőt, a földbolygó talán leghírhettebb cigánybűnözőjét tudja kiállítani. Ne legyenek őrzőkönnyek azok a cigányok, akik nem tartják magukat cigánybűnözőnek magyar bűnöző az, aki, amikor magyar a bűnöző, a cigány bűnöző pedig az, amikor cigány. E mindkettőben vannak rekordok. Gandit is lehetne akár cigánynak nevezni, mert indiai volt. Ő például ugye Jézus Krisztus mellett a példa, aki Jézus fehér volt, Gandhi pedig barna, és ugye Indiából eredeztetik sokan a cigányokat, tudom, majd vitatkoznak, akik azt mondják, hogy nem onnan való, tök mindegy. De ugye ez a, ez a lipsizés, meg zsidózás, meg mit tudom én, ez olyasmi, mint amikor. meg az, hogy fizetett ő, ő, emberek voltak ott, miközben a fizetett embereket Orbán Viktor ő, vitte annak idején is, és neki van kizárólag, meg arra a tőkéje, hiszen a teszemedet loptak itt, te hülye barom. Hiszen te vagy a balek, bazd meg. Nem gondolod, balek idiótaként, hogy Orbánnak van pénze kifizetni a te zsebedből, bazd meg? Az ellenzéknek meg nincs. Nem gondolod? Te idióta. Idióta hülyének. Mindenki Orbán által is, azt is mondaná, a cigánybűnözők által is, és a magyar hazafiak által is idiótának nézett barom. Langyos lófasz. Emlékezzünk rá, amikor Dopman, meg egy baloldali személy, Orbán Viktor Hungarocel szobrát ugye le, fe, feldöntötték, és akkor Dopman meg úgy hanyagú belerugott a, a Hungarocel fejbe, mert oda elé. Egyet. Ebből mekkora balhé lett meg? Micsoda büntető eljárások meg Na Most ugye láttuk, és a világ világsajtót is bejárta rengeteg felvétel, mi is ö, rögzítettünk olyan személyt is, aki aztán bejárta a világsajtó, akinek a pofája bejárta a világsajtót. Tehát ezek mind ilyen fideszes majmok voltak, és egy oldalon támadtak. Egyetlen egy olyan dolgot nem láttunk, hogy a, a Orbán ellen tiltakozók felültek volna a provokációnak. Egyetlen egyet sem. Kizárólag Fideszes, hogy a büntető törvénykönyv szerint bűnözők voltak azok, akik megtámadták azokat, akikről úgy vélték, nem rajonganak Orbán Viktorért. Nem az, akiről úgy látták, nem azért mentek oda. Közösség tagja elleni erőszak büntette, garázdaság. Volt olyan, aki a rendőrön is ugye keresztül vágott két kézzel, mert hogy elérje a mögötte lévő tüntetőt, ez hatóság elleni erőszak büntette, öt év hivatalos személy elleni erőszak büntette öt év. Azért is fontosak ezek a törvények, mert mint politikai üldözött, aki bekerült, mint Poli, Orbán Viktor politikai üldözöttje a Wikileaks-be is, amikor amerikai hírszerző és elemző cég levelezéseit ellopták, és az kikerült a Wikileaks-re. Tehát olyan személyként is mondom, hogy mint aki ennyi politikai koncepciós peren átesett, Ennyi hamis váddal szórta meg a Orbáni politikai banda, az azt kezdi a megtanulni, hogy ha az ártatlanok ellen a legdrasztikusabban kell fellépni, akkor a bűnözők ellen miért nem? Hát akkor azok börtönbe valók, nem? Garázdaság, közösség tagja elleni erőszak büntette, hivatalos személy elleni erőszak büntette. Hát ezek börtönévek, súlyos börtönévek járnak ezért. Nem csak az ártatlanokat kell leültetni, amelyik országban az ártatlanokat üldözik, ott az bűnözőknek börtönben a helye. Nem! Tegye fel a kezét az a fideszes retardált barom, amelyik szerint nem, hanem az ártatlanokat kell üldözni. Gyűjtjük egyébként azokat a hozzászólásokat is. Mert mindig mindent elmentünk. És arra is emlékezhetünk egyébként, hogy mekkora kampány indult, hogy mi az agresszív ellenzék, jött a cöf, cöf röf, és akkor, hogy micsoda nagy kampány, hogy mi az agresszív ez a hungarocel szobor. Hát most meg csend van, mert ugye van a langyos lófasz féle von a Gábor, meg Szél Bernadett, meg többi, és ez a langyos lófasz együttvéve is langyos lófaszkodik ebben az ügyben is, hogy egyébként a fideszesek teljesen egyoldalú, amit én, mi is látunk, százszázalékos egyoldalúság. Az erőszakos bűnözők kizárólag a Fidesz oldaláról jöttek megint. A bűnözők pártja a földbolygó talán leghírhettebb cigány bűnözőjének vezetésével. Ugye nem abban konkrét esetben volt vezető, hanem az mindenféle más esetben. Lopni, csalni, hazudni, és ezt úgy nagyon jól visszhangozzák is a fideszes szavazók. A bűnözők pártja, a maffia állampártja. pártja. Az Orbáni hazugságok arról, hogy kik tiltakoznak ellene, meg ilyen egyebek, ez olyasmi, mint amikor jön a gráci opni szökevény idióta, elgurítja a gyógyszert, és gurul a gyógyszer, elgurult a gyógyszer, gurul, gurul a dilibogyó, ki tudja, hol áll meg, és úgy sorba dönti a fideszes barmokat és minden marhát, a, amit lehet befolyásolni. Meg az ünnep nem erre való, és akkor így átveszik, így a, jön az ellenzék, és akkor gurítja jobbik, von a jobbik, vonagábor, Gábor, meg Száva István az Orbáni dilibogyót, és gurul, gurul az Orbán vonai dilibogyó, ki tudja, hol áll meg, és minden befolyásolható marhát felborít. De hát vannak, von a Gábor, sokkal értelmesebb és racionálisabb személyek, sokkal jobb stratégák, akik tudják, hogy ez a langyos lófaszért ti meg fogtok fizetni. Mert nagyon sokan vannak sok százezeren, akik elmenekültek, és nem tűrjük a langyos lófaszkodást. Ha valaki tesz, az nem ellenség. Mindenki szövetséges, aki tesz valamit, aki pofázik, az le van szarva. Levan Sarva!